Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Agárdi Hajnalka vagyok, a Jován Mikit általános iskolában dolgozom, negyedik osztályosokat tanítok Szabadkán. A mai órát közösen töltjük, és remélem, hogy mindenki előkészült. Tehát olvasókönyv, az olvasási munkalapok, ezt már ti ismeritek, ceruza, törlőgumi, és kezdhetjük is a munkát. De mielőtt nagy munkába kezdünk, egy kis játékkal. Aki már nézte a múltkori adást, az már lehet, hogy megismerkedett ezzel a helikopternyuszival. Még egyszer megmutatom. Hosszú fülű, hosszú fej, és van egy kis nehezéke, egy aktakapocs, mert különben nem tud pörögni. És egyik füle egyik felé, másik a másik felé, és nézzük csak. Hopp! Már is megvan. Tehát aki már készített ilyet, remélem, hogy használta, aki nem, azt nagyon ajánlom, hogy próbálja ki, mert szórakozás az egész családnak, és húsvétre is lehet készíteni, hagy pörögjönek a színes tojások mellett. Locsolóknak lehet adni ajándékba, nagyon ötletes, hogyha a lányok ügyesebbek, mint a fiúk, akkor meglephetik vele. És akkor miért is ez a pörgetős nyuszi? Azért, mert a múltkor ugye beszéltünk a szőke nyusziról, és ma pedig a mezei nyullal fogunk megismerkedni. Ami már nem fantázia, mint a múltkori szőkenyuszink, hanem egy valós állatról szól. Én azt hiszem, hogy mindenki látott már nyulat. Na most mezenynyulat nem biztos, mert oda többet kell az erdő közelébe, mezőkön sétálni, hogy összefussunk egy ilyen kis állatkával, vagy esetleg, hogyha valakinek van olyan ismerőse, aki természetjáró, most a vadászokat nem olyan szívesen említem, de hát ugye vadászni is lehet rájuk, csak ugye módjával. És én azt szeretném, hogy ebből a szövegből megismerkedjünk a nyuszival, vagyis a mezei nyullal. Figyeljetek oda, mert utána nektek is feladatotok lesz belőle, meg különben ugye ezt természetből is az állatokat, hogyha tanultátok, vagy tanuljátok, akkor nagyon szépen össze lehet kapcsolni a tudásotokat, az anyanyelvet és a természet társadalmat. Sőt, a kisebbek, ahogyha vannak testvéreitek, akkor még azok is kapcsolódhatnak nyugodtan. És akkor nézzük csak itt a mezennyúl képe, és akkor itt van ez a szöveg, hát itt már mivel ilyen használt, és alá is van húzva, nektek is lesz majd ilyen feladatotok, lehet egy kis ötletet is meríteni, ha odafigyelsz. Akkor figyeljük meg, nézzük csak meg ezt a mi mezennyulunkat, hogyha megnézzük még olvasás előtt, hogy is néz ki. Én azt hiszem, jellegzetes tulajdonságai ugye a nyuszinak, hogy hosszú füle, elég szép ilyen ovális teste van, és nagyon szép nagy kerek szemei vannak. Most itt a lába nem látszik, de ugye az is, ugye hátsó lábai elég nagyok, ezért tud nagyon gyorsan startolni és jól futni, és jók az érzékszervei, a hallás, ugye, és a látásszerve is. De hogy egy picit többet megtudjunk róla, akkor hallgassátok meg a következő, hát nem tudományos szöveg, de mondjuk ilyen szöveg, amivel ugye megtanulhatjuk a mezennyúl egyes, megtanulhatunk olyan dolgokat, amit esetleg nem ismertünk eddig róla. Akkor figyeljetek, a mezennyúl a menekülő állatok közé tartozik, amit hosszú füle, nagy szeme, kifinomult szaglóérzéke és hosszú lába is jelez. Veszély közeledtekor meglapul egy gödörben, fülét hátra engedi. Ez egy fontos dolog, figyeljetek csak oda. Alkonyatkor, miközben legel, feltűnően lassan mozog, és laposan a földhöz simul. Magányosan él, csak szaporodási időben látható párossával, vagy kisebb
csoportokban. Rendszerint ragaszkodik a megszokott területéhez. A nőstény évente kétszer vagy háromszor ellik. Az első alomnál együtt egyet-kettőt, a másodiknál azonban már öt kölyköt is. A kisnyulak már röviddel születésük után látnak, és el is tudnak futni. Rejtek helyükön meglapulnak, és várják anyjukat, hogy jöjjön szoptatni. Bundájuk védi őket a kihűléstől, bár a nedvességre nagyon érzékenyek. A mezennyúl tápláléka a vadon növő füvek, csírázó gabona, lágyszárú növények, télen rügyek. A szántóföldi zöldségek is fontos szerepet játszanak a táplálkozásában. Ellenségei a róka, a görény, a nyest, a héja. Ezek a ragadozók elsősorban, a beteg vagy fiatal, tapasztalatlan állatokat ejtik zsákmányul. A kifejlett nyulak olyan rendkívül gyorsan futnak, hogy cikcakban vágtázva majdnem minden üldözőjüket messze maguk mögött hagyják. Ekkor veszi hasznát annak is, hogy teljes körben látnak, hiszen így módon szemmel tudják tartani üldözőjük mozgását. Na most már egy-két dolgot, amit kiemeltünk az előbb, a szeméről, ez nagyon érdekes, ugye, hogy körbe lát, nagyon ezért is figyelmes, és érzékel ugye szinte mindent, ami körülötte történik, és nagyon, nagyon gyors. Na most, ez a szöveg azért egy picit olyan, hogy ezt még egyszer nektek el kell olvasni. Most, hogyha az iskolában lennék, kapnál még rá egy kis időt, és akkor el is olvasnád, hogy alaposabban megértsd azért, mert vannak benne olyan dolgok, amit rögtön nem fogsz esetleg tudni, vagy megtalálni, de minden esetre az a legjobb, hogyha részletekben olvasod, vagy beleolvasol, és akkor ugye megtalálod azokat a dolgokat, amik érdekelnek. Na most van itt egy-két dolog, amit szeretnénk mielőtt még a munkalapokba elkezdenénk dolgozni, megértetni veletek. Tehát mi a lényege? Az, hogy menekülő állatok közé tartozik, hát most nem menekül éppen állandóan, de azért ugye megretten, és akkor gyorsan elfut, ez egy olyan fontosabb dolog, és a veszély közeledik, a meglapul a gödörben. Tehát persze, hát nem fog, és a fülét ugye hátraengedi, azért, hogy minél kevésbé vegyék észre. És oda kell figyelni egyes dolgokat, hol olvasol, majd, hogy mikor legel, mit legel, hogyan él csoportokban, vagy egyedül, de én azt hiszem, hogy ugye, hogy magányosan él. Ez érdekes, nem is gondolná az ember, éppen magányosan él, de igen. És vannak olyan helyek, ahol megszokott helyet szereti például. Na most az első alomnál egyet-kettőt, mit jelent az egyet-kettőt? A másodiknál azonban már öt kölyköt is ugye szül. Az alom ugye ott, amikor ugye az a rész, ahol megszüli a kis nyuszikat, és akkor a nyuszik és a nyuszi testvérek tartoznak bele, ami azt jelenti, hogy ugye először, amikor születnek, ott kevés csemete születik, de később ugye több kicsiny is már lesz, és ezért is sokan vannak, mint a nyulak, ugye? Ez is néha már hallottad is már. És az érdekes az is, ugye, hogy a kisnyulak azok már nagyon ügyesek, és ki nem szereti őket simogatni. Persze, hogy mindenki, de azért nem kell, még meg nem nőnek, és még az immunitásuk nem lesz elég jó, nagyon vigyázni kell rájuk. És nagyon ajánlom, hogyha van nyulatok, azért nem kell állandóan nyaggatni, mert valóban mi szeretjük őket, a házi nyulakat simogatni, de hát ő nem biztos, hogy ezt mindig élvezi. És a mezennyúl? Hát azt kifejezetten meg se tudod fogni, ugye? Mert mit ír itt a könyvünkben is? Az, hogy nagyon-nagyon gyors, és fürgén elillan, és szinte utol sem érik. Tehát nagyon gyors állatnak kell, hogy legyen az, aki ugye utol tudja érni.
És akkor itt, hogyha elolvasod, figyelni kell, hogy mely, ki az ellenségei, tehát milyen ragadozó, ki az, aki ugye esetleg vadászik a nyúlra. És ezek a ragadozók mellett meg kell ugye még valakit említeni, az embert, azt itt nem írja, de az is, hogyha meggondolatlanul, tehát hogyha vadásznak és kilövik a nyulat, akkor ugye kevés is lehet belőlük. Néha van, amikor azt mondják, hogy na most túl sok nyúl született, akkor a vadászokat kérik, hogy lehet kilőni, de van ugye olyan, amikor hiány van, akkor azért ügyelni kell. És én nagyon ajánlom az embereknek az ilyen fotós vadászatot, amit már említettem is. Most, hogy tovább tudjunk dolgozni, vegyük a kezünkbe, az olvasókönyvet hagyd magad mellett, mert majd kelleni fog a mezei nyúl a 99. oldalon. Ebből van egy rész kiemelve, de itt ezért azt hiszem, hogy itt jobban is fogjuk látni. Tehát, hogyha elolvassuk az első feladatot, egy érdekes mondással találkozunk. Gyáva, mint a nyúl, tartja a közmondás. Kire szokták ezt mondani, hogy gyáva, mint a nyúl? Nyúl valóban gyáva? Hát nem biztos, hogy gyáva, de félénk, ugye? Hát kire mondják akkor? Hát persze az olyan félénk, visszahúzódó embertársainkra, gyerekekre, ugye? De hát azt nem szereti senki, hogy éppen úgy azt mondják neki, de hát sajnos így is van, vannak gyávább, félénkebb emberek, és akkor régebben, vagyis hát most is van, aki ezzel csúfolt, a gyáva, mint a nyúl. Tehát reméljük, hogy ebből kevés van. Túl bátornak se jó lenni, mert azért azok ott a gond, hogy semmitől se félnek. A szövegben melyik mondat utal erre? Húzd alá. Ezt majd megkeresed a szövegbe, mert most azért közösen, ugye, általában a szöveget követi, tehát hogyha megkezded az elejét a szövegnek, meg fogod találni benne a helyes választ. És akkor most nézzük a kettes feladat, ez nem lesz nehéz, húzd át azt a szót, amelyik nem illik a mondatba. Na most, hogyha itt megnézed, a nyúl napkeltekor, napnyugtakor legel. Hogyha elolvastad a szöveget, és odafigyeltél. Most gondolkodjál, szerinted mikor? Hát gondolkodjál, hogyha nem találod, akkor elolvasod a szöveget, és már is meg fogod találni benne azt, hogy tehát a kérdés az, hogy amelyik nem illik a mondatba, tehát mikor napkeltekor nem legel, ugye, hanem napnyugtakor legel, tehát akkor itt majd meg fogod tudni akkor találni a helyes választ. Azért nem, azért mondtam így, hogy azért egy picit gondolkodjál rajta, nem mondom direktbe, kicsit figyeljél. A következő, ez a hármas csillagos feladat, tegyél az igaz állítás mellé egy csillagot. Most, hogyha itt megnézzük, mivel fürge állandóan új helyet talál magának, szereti a megszokott környezetét. Itt kapták két választ, lehetőséget, és hogyha elolvasod a szöveget, és hogyha valóban oda is figyelsz, akkor szépen megtalálod majd a helyes választ. Én is, amikor otthon elolvastam, utána nem is tudtam hirtelen mindjárt, nem át kellett még egyszer olvasni, és akkor megtaláltam a megfelelő választ. Hát de nem mondom már, mert ha most megmondom, akkor ti mit fogtok utána aláhúzni. Vagyis csak egy X-et, nem is olyan sok munka van vele, de úgy gondolom, hogy nem nehéz, a szövegben benne van, tehát értelmesen, figyelmesen olvasd a szöveget, és megtalálod rá a pontos választ. Sőt, aki már nagyon gyors, az még most is beX-elheti, mert hogyha ügyes és figyelt, akkor megtalálhatta. Aki most nem, az már később folytatja. Na és nézzük a négyes feladatot. Azt mondja, a nyúl tápláléka évszakonként változik. A képek az évszakokat ábrázolják, kösd össze a megfelelő képpel, mikor mit eszik.
Na most itt ez egy fontos dolog, ugye, hogy a nyúl kint él, tehát őt nincs a kétesse, ezért is vadon élőek csoportjába tartozik, és tulajdonképpen neki kell megtalálni a táplálékát. Na most, hogyha itt megnézzük, itt van a nap, ami azt jelenti, hogy azokat a dolgokat, amik ősszel, tavasszal, nyáron, és mit eszik télen. Tehát a megfelelő táplálékot odahúzod a megfelelő figurához, vagy a hóemberhez, ami a hideget, a telet jelzi, vagy a napot, ami ugye az a tavasz, nyár és az őszi dolgokat, mert ugye akkor sokkal több táplálékot talál, és ugye akkor van választéka neki is. Na most itt egyedül a rejtőszínét nem említették ebbe a szövegbe, ezt azért úgy meg szeretném említeni, mert az ilyen mezei és a vadon élő állatok változtatják ugye a színüket, biztos hallottatok ti már természettársadalomból vagy környezetismeretekből, hogy a bundáját változtatja a színét, ugye? Azért, hogy jobban beilleszkedjen a megfelelő környezetbe, ugye ősszel, hogy minél a rozsda vörös legyen, télen pedig ugye a környezetébe szürkés, tehát egy picit világosodik, hogyha a hó vagy a talaja, hogy változik, hogy ne ugorjon ki annyira belőle, akkor így tud védekezni a ragadozói és a támadói ellen. És akkor nézzük csak meg, hogy kik is azok az ő ragadozói vagy támadói. Ez meg volt a gyával mind a kő, és akkor itt van, nézzük csak. Fejezd ki egy szóval, milyen állatok ezek? Róka, görény, nyest és héja. Persze, hogy ezek külön-külön mindegyikről lehet mesélni, hogy a róka ugye mivel táplálkozik, hogy néz ki, a görényről is, a nyestről is, és a héjáról is. Na most ez a három közül az egyetlen egy, amelyik nem micsoda, miben különbözik, hogyha kakukktojást keresel itt a négy közül. Eltalálta valaki? Na igen, aki azt mondja, hogy héja, az eltalálta, mert az egy madár, a többi pedig ugye nem. Na most hogyan, mivel tudnánk, mind függetlenül, hogy kakukktojás is volt közöttük, de mégis van egy nagyon fontos közös tulajdonságuk ebben az esetben, mivel ebben a szöveg, tehát a szövegterén gondolkodjál, ami mit jelent, hogy ezek az állatok, ezek tulajdonképpen ragadozó állatok, amelyek ugye vadásznak a rókára, tehát ragadozó állatok. Ezt ebben az esetben most egy kicsit közösen is lehet dolgozni. Valószínű, hogy mindenki látott már, hogyha nem látott, ajánlom, hogy internetre fel lehet menni. Nézzétek meg a rókát, a görényt, a nyestet, a héját, hogy néz ki, milyen a testalkata, és miért, hogy is tudja a nyulat megfogni, miért? Mi az, ami megkülönbözteti őket attól, például, hogy miért nem zavargasszák például a galambok a nyulat, miért pont a héja? Hát van egy nagy különbség, mi van neki a héjának, biztos, hogy ismertek, vannak tehát, amivel meg tudja fogni, karmai vannak, és szárnya is van, ugye, amivel utána tud röpülni, és gyorsan, és olyan a csőre is, amivel tudja ugye tépni is a húst. Tehát a ragadozókra jellemző. Ugye hát a rókáról, a görényről, a nyestről, ezekről ugye többet tudunk. Már rókát ugye, aki a vukot látta, az tudja, hogy szereti a csirkét, a csirkét és a libát is, de a nyulat is, úgyhogy ugye tudjuk, hogy ezek mind ragadozó állatok. És akkor nézzük a hatos feladatunkat. Milyen képességek és adottságok segítik a nyulat a menekülésben? Na most itt ugyanúgy meg lehet nézni az a szövegben, amit ír, mert ugye a szövegfeldolgozásról van szó, tehát mi az, ami segítheti a nyulat?
Amikor a testfelépítését néztük a kép elején, már akkor is láttuk, hogy ugye a jó hátsó lábak hosszúak, és ki tudja lökni magát, ugye, és tehát a lábak megfelelnek a futásra, a gyors futásra, és ugye olyan, hogy ezzel tud gyorsan futni. Hogy ezt mind elvégzitek, megtaláljátok a képeket, élvezzétek egy kicsit a természetét kint is, menjetek ki az udvarra, játszatok, én ezzel befejeztem, amit nem írtatok le, azt írjátok le, töltsétek ki az olvasó munkalapokból az írást, mindenkinek jó munkát, és később pihenést kívánok. Viszontlátásra!